Tegnap délben leállították a munkálatokat, írásban értesítette a tanfelügyelőséget a megyei régészeti szakhatóság. Ez Péter Tünde tanfelügyelő helyettes alá is írta, tehát tudomásul vették hivatalosan. Ennek ellenére mi jóhiszeműen háromszor voltam kint tegnap, valóban itt csak a meddőhányót takarították, de délután 5 óra környékén Sunyiban újra ráküldték a munkagépeket a területre. Ezt többen jelezték, többek között a Szabadság weblapján is rajta van a videó, amely ezt bizonyítja. Ezek után azonnal jeleztem a múzeum igazgatónőjének és a megyei szakhatóságnak azt, hogy folynak tovább a munkálatok. Ők azonnal megtették a lépéseket, amint ez látható, gyakorlatilag a gépek el is tűntek a területről. Tehát úgy néz ki, hogy volt egy szerény próbálkozásuk még arra, hogy egy kicsit kisebbítsék a régészeknek maradó területet, de ez gyorsan hamvába halt. A másik dolog, amiről be tudok számolni, az, hogy pillanatilag is zajlik egy informális tanácskozás az Alsóvárosi Református Egyházközség két lelkészével és gondokával, két ügyvéddel, Csigi Levente és jó magam vagyunk jelen az Erdély Magyar Nemzeti Tanács részéről, illetve Sikos Gábor, aki presbitere a gyülekezetnek, és Gál György vett részt ezen a beszélgetésen. Azt próbáljuk megvizsgálni, hogy milyen jogi lépéseket lehet tenni az ügy rendezése érdekében. A régészettel nyerni tudunk időt, de ez önmagában nem elég ahhoz, hogy az építkezést leállítsuk. Gyakorlatilag most ezt vizsgáljuk, hogy van-e olyan jogi lépés, amely ez alatt a 3 hónap alatt gyakorlatilag leállíthatná végképp véglegesen ezt az építkezést. Régészeti szempontból mi következhet kivégezni a munkát és milyen pénzből? A régészeti, tehát az ide vonatkozó törvény előírja, és itt nagyon-nagyon mulasztott a beruházó, ugyanis kötelező módon régészeti felügyelet mellett végezhették volna ezeket a munkákat, ez nem történt meg, és annál súlyosabb az ügy, mert hogy tudtuk, mindenki tudta azt, hogy itt korábban egy kora újkori templom állt, tehát kötelező lett volna a régészeti felügyelet. A terület az gyakorlatilag egy régészetileg nagyon-nagyon érdekes és izgalmas terület, a középkori és a római kori város perifériáján településekre lehetett számítani, temetőkre, tehát mindenképpen ezt meg kellett volna tenni, ez nem történt meg. Ezek után, amikor ezt megállapítottuk, akkor leállították ugye az építkezést, és most a régészeti múzeummal kötöttek egy szerződést, vagy ez folyamatosan, amelynek értelmében minimum 25 munkanapon belül ezt a régészeti feltárást elvégzi a múzeum. Ez azt jelenti, hogy amennyiben több a munka, olyan leletek kerülnek elő, és olyan régészeti objektumok, amelyek ennél több időt igényelnek, akkor ez hosszabbítható, tehát akár 3 hónapig is elhúzódhat a feltárás. Itt úgy tűnik, hogy nagyon sok érdek ütközik, nyomásgyakorlás, telefonhívások, valaki még a miniszterelnök nevét is említette, aki közbelépett volna. Mi történik tulajdonképpen? Nézzék, nagyon, tehát feltételezések vannak, sok-sok jel utal arra, hogy egy ingatlan Panama van a ügy hátterében. Rebesgetik, sőt sajtóztak is arról, hogy a tanfelügyelőségeket rövid időn belül fel fogják számolni és meg fogják szüntetni. Ehhez képest a tanfelügyelőség kezd egy ekkora beruházásba a Kolozsvár központjában. Nem alaptalan a gyanú, hogy a háttérben az lehet, hogy amiután ez ugye felépül ez az ingatlan, rövid időn belül a tanfelügyelőség megszűnik, ezt az ingatlant valakiknek átjátszák, de ez feltételezés, mondom, ilyen hangokat is hallani. Elképzelhető az, hogy politikai érdek is húzódik a háttérben és erősíti ezt a feltételezést. Summa summarum nem ez a lényeg, az a lényeg, hogy Romániában vannak törvények, vannak ide vonatkozó jogszabályok, és ezeknek a megkerülése nem akadékoskodás, hanem minden törvény követő, törvény betartó embernek, attól függetlenül, hogy magyar vagy román, ez a dolga, ez az érdeke. Emellett pedig ugye sajátos helyzet ez a
a mostani, ugyanis az egyházkerület, a református egyház érdekeit és a magyar közösség érdeket, de tovább megyek, a környezetvédelmi érdekeket ugyanúgy, műemlékes érdekeket ugyanúgy sérti, mint a magyar közösség érdekeit. Nyilvánvalónak tűnik az, hogy itt valamilyen szinten megvezették a református egyházközséget is. Nem az ő hibájuk az, hogy így alakultak a dolgok. Azon dolgozunk most, hogy ezt megpróbáljuk jóvá tenni. Én nagyon komolyan számítok arra, hogy ebben partnere találunk a minisztériumban is. Személyesen kellene a miniszter úrban, akivel felvettük a kapcsolatot, és a támogatásával biztosított, őt is valószínűleg megvezették máskor, mert ő írta alá ezt az építkezési engedélyt. De úgy tűnik, hogy nem volt tisztában azzal, hogy mi történik, és ez talán ilyen szinten jóvá tehető. Amennyiben ez a politikai szándék és ez a közösségi szándék egymásra talál, én úgy érzem, hogy visszafordítható ez a folyamat. Ha nem, akkor legalábbis annyit tudni fogunk, hogy minden tőlünk telhetőt megtettünk annak érdekében, hogy ne történjen meg ez a csúszás. Mit lehet tudni az építkező vállalatról vagy vállalatokról? Van-e valamilyen összefonódás más szintekkel, vagy nem? Nem tudom, én nem szeretnék találgatásokba belemenni. Még egyszer hangsúlyozom, hogy törvények vannak ebben az országban, és ezeket a törvényeket be kell tartani, és be kell tartatni. Ennyit tudunk mi tenni. A további vonatkozásait az ügynek majd a sajtó, a média, amennyiben tudja feltárni.